could be foul. Talking to him. Eddig az ötözig menjen, csak a fél. Igen, mély szantúd, mikor tartottuk. A mozogatot ki kell venni. Kicsit elmenekült Erdélybe, tehát haza akartam menni, és ahogy meg is fogadta, egy évig inkább ki se teszem a lábamat abból a faluból. És amikor először ugye elmehetett, akkor visszament. Szembe velek több mint 200 000 jöttek. Körülbelül 4 éves lehettem. Amikor nyáron általában mindig itt nyaraltunk, mi különben akkor Csíkszeredában laktunk, és mikor hazajöttünk, akkor mondták, hogy nagyapónak azt kell reggel köszönni, hogy adjon Isten jó reggelt, édes nagyapókám. Nekem ez olyan furcsa volt, mert ugye ott mi mindig kezd csókolomot mondtunk, hát nem ez, hogy adjon Isten jó reggelt. És egy reggel úgy jártam, hogy ahogy kilépett nagyapó itt a verondán az ajtón, én egyedül voltam. És hirtelen mondtam, hogy kell, és akkor úgy megijedtem, elhallgattam, mert tudtam valami mást kéne mondjak. Akkor úgy elhallgattam hirtelen, és könnyes lett a szemem. És olyan kedvesen odajött, megsimogatott, és azt mondja, mit akarsz te mondani, édes kicsi unokám? Mit akartál nagyapónak? Gondolkozzál, na addig ide, addig tovább, hogy eszembe jutott, hogy adjon Isten jó reggelt, édes nagyapókám, és akkor is azt mondta, hogy adjon Isten neked is, édes kis fiókám, és megcsókolt, és valahogy olyan szeretettel csinálta ezt az egészet, hogy még most így őszfejjel is érzem azt a melegséget, azt a szeretetet, azt a jó érzést, hogy először én hogy megvoltam ijedve, sőt tényleg milyen kedvesen tudott velem foglalkozni. Elekapót tulajdonképpen mióta eszmélni tudok, ismertem, és együtt éltünk abban a kis néhány száz lelkes faluban, Kisbaconban, hiszen ott egy nagy család voltunk tulajdonképpen. Édesapám, aki a kisfalunak 37 évig volt lelkipásztora. Amikor 5-6 éves voltam, akkor ismertem meg személyesen, és akkor már ültetgette, hiszen 21-től, amikor hazament, hazatelepedett végleg Budapesttől Kisbaconba, attól kezdve kezdte ültetni azt a galéria erdőt, szegélyerdőt, erdősávot Lucfenyőből, amely keleti oldalon szegélyezi azt a szép kis falut, ezt a bokrétát, ahogy ő mondja az édesanyaföldemben, és segítettünk neki ültetni ezt a fenyves erdőt, de nem csak ezt, hanem azt a nagy gyümölcsöst. Amikor anyagilag egy kicsit megerősödött, és amíg tanult és Pesten elköltötte a birtok árát, azt lassacskán visszavásárolta, és mint egy 1000 gyümölcsfát ültetett. És ma is tulajdonképpen a lejtőn húzódó hát nagy gyümölcsös szabja meg a falu arculatát. Bibarcfalvi Gáspár nagyapám és Benedek Elek apuik ősei atyafiságot tartottak, itt szoros kapcsolatban voltunk Benedek Elek apuikkal. 1922-ig, 21-ig, ameddig haza nem költöztek, csak nyáron nyaraltak Kisbaconban. Elek apu
nagyon gyakran lejárt a cimbora ügyében is, és édesanyám, mint aki a cimborát ismertette a tanulóival az iskolába, megrendeltette, és találkozókat szervezett a baróti, vagy a város, illetve akkor falu volt termébe, vagy pedig az erdővidéki takarékpénztárnak volt egy tanácsterme ott. A cimbora találkozókon Elekapó mindig megszólaltatta a kedves gyermekek közül azt, akik a rejtvényben, fejtésben eredményt írtak el, vagy akik voltak olyanok is, akik már verset is írtak, és küldték be a cimborához. Pedagógus család a miénk, 12-en voltunk gyermekek, abból 10 felnőtt, 6 pedig pedagógus lett. És itt valóságos pedagógus ház volt, állandóan vitatkoztak, pedagógai dolgokról beszélgettek, minden természetesen, hogy ugye a gyermek újság, Benedek Elek, gyermekirodalom és más irodalom is, ugye megfordult, hallottam minden, és nagy könyörgések után nekem is megrendelték a cimborát. Nem nagyon akarták, mert nem volt pénz. Írtam Elek bácsinak levelet, nagy bebetűkkel, nagy ronda, szerintem most ugye elég ronda betűkkel, és ő válaszolt is egy-két sorba, cimborával, ugye akkor megékezett az újságot, én fartam. A kicsi öcsém meg egyenesen apám prédikált a templomba, és felrohant, s apám nem is vette észre, csak valaki húzogatja nadrágját, hogy miféle macska került oda. Hát nézd is, hát apuka, gyere hamar haza, mert megérkezett Elekapó levele, meg cimbora, gyere hamar, az mondja, menj kicsi fiam hazát, itt most apa mást csinál, nem szabad itt lenni. De mindig úgy volt, hogy egy ruhás kosárral kellett átmennünk Nagybaconba, és akkor kaptuk a postát. A levelet hoztuk, és ugye, aki legtöbbet cipekedett, az a két unoka volt a legboldogabb. Olyan nap is volt, hogy nagyapó 56-80 levelet is kapott. Mindenikre válaszol. Például az apám sokszor keserűen mondta, hogy neki nem mesélt soha nagyapó. Tehát azt várták az unokák, hogy nagyapó otthon is meséljen. Na most nagyapó dolgozott, és nem mesélt, mert nem ért rá arra, hogy az unokáinak meséljen. És ezt például apám, mondom, egy életen át hordozta, mint sérelmet, hogy hát miért nem mesélt neki is az ő nagyapja. Kedves ember volt, nagyon szimpatikus volt, és mindenki nagyon szerette, erre emlékszem. Kedves volt a foglalkozása, és mindenkinek segített. Voltak fiai, voltak leányai, akiket úgy hívtak, édesanyám is leánya volt, és ami volt valami, hogy segítsen, volt, hogy anyagilag is, elkölcsileg is minden belekapott. Segített mindenkinek hasznosan. Az igazat megmondta mindenkinek, és mindenkitől várta a korrekt, rendes, becsületes székely viselkedést. Benedek Elekről beszélve persze óhatatlanul az embernek az jut eszébe, hogy a családjától mit kapott. Mert hogy én apámtól és nagyanyámtól hallottam természetesen legtöbbet Benedek Elekről, mert nagyanyám Benedek Elek legidősebb lánya volt, Benedek Mária, Mariska, Aranyvirág. Én azt hiszem, hogy Benedek Elekről valami olyasmi kép maradt meg az olvasóban, hogy egy olyan mesemondó apuka, aki a maga szakállas képével egy ilyen öreg Jézus, egy jóságos bácsika, aki haragudni nem is tud, aki állandóan fejeket simogat, és tulajdonképpen soha konfliktusa, ütközése a világgal nincsen, és arra próbálja biztatni a gyerekeket is, hogy próbáljanak meg ütközés nélkül élni ebben a világban. Na most a valóságos élete Benedek Eleknek egészen másmilyen volt. Először is
azt hiszem, hogy abban az értelemben mesébe illő az életének az indulása, hogy egy tulajdonképpen nagyon szegény isten hát a mögötti faluból kellett elindulnia, ahonnan ő volt az első, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig az utolsó nadrágos ember értelmiségi. Ezt, hogy valaki a múlt század második felében hogyan tudott egy székely kicsi faluból Budapestre kerülni egyetemre, ezt el sem tudjuk képzelni, hogy micsoda iszonyú erőfeszítés lehetett. Ugyanakkor, miközben átugrott a tudásban ezt a szakadékot, hatalmas lelki erőt mutat az, hogy állandóan újra meg újra visszament a faluba. Mindig újra meg újra szembe ment tulajdonképpen azzal az áramlattal, ami a világot jelentette. Mások általában egy ilyen ugrás után ott maradnak a szakadék túlsó oldalán az urak között. Egyik írótársa megkérdezte tőle, hogy hát valóban ilyenek a székelyek. És arra akkor Elek nagyobb orsz válaszolta, tehát sajnos nem, de szeretném, ha ilyenek lennének. Benedek Elek tulajdonképpen az életének azért a felét Budapesten töltötte, és együtt nőtt ezzel a várossal, aminek különben a külvárosában élt. Elég szegényen, még akkor is, ha képviselő volt, hát többek között a Bérkocsis utcában, ami ma se egy nagyon jó környék, hát akkor pedig egészen a város széle volt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy tanulság volt számára. Ezt egy életen át nem tudta feldolgozni, hogy egy modern városban élt. Ezért a visszatérés Erdélyben részben egy kicsit azért menekülés is volt ezzel a város elől. Képviselővé választotta magát, egyébként a saját székely kerületében szörnyű dolgokat írt erről le, erről a választásról. Ez kiderült számára akkor, hogy azok a székely atyafiak, akiket ő nagyra tartott, tisztelt mesei hősöknek látott, azok bizony pálinkáért, pénzért, bárkinek eladták a szavazatukat. Ez nagy csalódás volt számára, de minden esetre bejutott a magyar parlamentbe, egészen fiatalon. Egyike volt a legfiatalabb képviselőknek. És azt hitte, hogy a politikai pályán meg tudja változtatni Székelyföld sorsát. Ez volt a nagy vágya. Felszólalt a parlamentbe, hogy a gyermekeknek jó irodalomra van szüksége, és akkor hát fel voltak háborodva, hogy hát ez nem kérdés. Ugye, mit akar Benedek Elek? Kigúnyolták. Nagyon megalázták. Tehát egy fiatal lelkes képviselőként indult, és megalázottan és megverten kellett végül is elbuknia a parlamenti képviselőséget, és ráébredni arra, hogy a politikai pályán ebben a formában nem lehet változtatni. És hogy nekünk, fiam, adta tovább a fiának, aztán az a fiának, nekünk a tollunkkal kell valamit tennünk. Politikus szóval nem lehet. Írni kell. Föl kell rázni azokat, akik alul vannak. Olyan dolgokat kell írni, amit megértenek paraszt emberek is. Gyerekeknek kell írni. Talán majd, és itt jön az a tulajdonképpen csodálatos megoldás, amire rájött, és ez megmondom őszintén máig ható, hogy valószínűleg ennek a nemzedéknek már hiába mondunk bármit, ha felnőtteket értette alatta. De talán a gyerekek, talán azok, akik most nőnek föl, talán, ha másként neveljük őket, talán, hogyha szemben, talán, hogyha erkölcsi elvek szerint neveljük őket, nem úgy, ahogy a szüleiket, nem úgy, mint akik elvesztették ezt az erkölcsi hitvallást, akkor lehetséges még egy másik világ. Tehát úgy gondolom, hogy nem eleve volt Benedek Elekben a szándék, hogy a gyerekeknek fog meséket csinálni, mondákat, megírja a magyar néptörténetét, hanem pontosan a politikusi kudarc volt az, ami rávezette, hogy másokhoz kell fordulni, részben a néphez, a parasztokhoz, akiket meg kéne tanítani, hogy a saját meséiket, saját baladáikat hallják vissza írásban. Lássák, hogy ők milyen nagyot cselekedtek, mert nem is tudják. És a gyerekeket, akik hirtelen egyszer csak átélhetik, hogy a néppel együtt lenni, az nem szégyen. Nem tisztességtelenség, ha valaki paraszt emberekkel leül egy asztalhoz, hanem épp ellenkezőleg tisztesség.
Én azt hiszem, hogy ez a századforduló kiralkult hitvallás, ez egyszerre tette őt meseíróvá, látjuk, másik oldalról egy hihetetlen kemény publicistává, amit mostanában nem adják ki a publicisztikáját, de hát bizony ez Ady Endre, tehát Ady hangnemében bizony olyanokat írt az úri osztályról, hogy azt nem teszik ki az ablakba. Itt írt át a forradalmakat, ez is irtózatos csapás volt számára. Egyszer nem értett belőle szinte semmi, csak azt értette, hogy felfordult teljesen ez a magyar világ, hogy a világa az megsemmisült. Nem valamilyen ellenforradalmi indulatok dúltak benne, ellenkezőleg ezt a fehér ellenforradalmat mélységesen megvetette. Odáig eljutott, hogy a 18-as őszi rózsás forradalmat megértéssel, bár elítéléssel szemlélte. Tehát még egy jászit látott, valami, legalább elismerte a becsületességét, és azt, hogy ezek becsülettel akarták. De 19 vörös terrorjára és általában a kommunizmusra úgy tekintett, ezekre a jakabokra, hogy ő nevezte őket, ez, hogy itt a legrosszabb vonásai támadtak föl egy annak a magyarságnak, ennek a fenekestű felforgatott magyarságnak, akik az életet nem ismerik, és meggonoszodtak. Általában azt a fajta brutalitást és agressziót, amit hát mondom, először a vörös terror, majd aztán a fehér terror jelentett, ezt ő teljes mértékig elutasította, valami olyan mértékű borzadással, mint ahogy a mesevilágában a sárkány megjelenése, az a borzadás, hogy Atya Úristen, hát lehetetlen, hogy a sárkányok győzzenek. Kicsit elmenekült Erdélybe, tehát haza akartam menni, és ahogy meg is fogadta, egy évig inkább ki se teszem a lábamat abból a faluból. És amikor elmehetett, akkor visszament. Szembe vele több mint 200 000 jöttek. S ha jól emlékszem, a 20-as évek elején hazajött az ősi lakhelyre, az ősi házhoz, ez egy Kisbaconba. Mert ott nézetártérés volt, és elgondolta, itt most nem érdemes foglalkozni. Menjek haza, megszerkeztem a cimborát, és a székelyt, gyermekeket segítsem, és a szüleiket azok is, hogy a székely kultúrát és viselkedés megmaradjon, és tovább fejleszik. Apám egy levelet írt neki, hogy ő egy gyermeklapot létesített. A cimborát, és elsőnek Elek bácsira gondolt, hogy ő, ha kézbe venné, és segítné őt ebbe a munkába. Úgy érzi, hogy szüksége van az erdély gyermekeknek. Egy gyermeklapa, és ezt a cimborát, neki volt egy cimbora kutyája, és hogy ezt a nevet adta ő a lapnak, de hát nem olyan, amilyen kéne lennie, és kéri Elek bácsit, hogy álljon melléje. Először úgy érezte, hogy meghalni megy haza. Ezt a levelekből elég egyértelműen látni, hogy ő már olyan öregnek tartotta magát, hogy nincs már dolga. Kusti öreg, menj innen. Ezt érezte. Budapesten az ő íróságából nem ünnepelték az írói jubileumát, nem érdekel senkit az ő írósága Budapesten. Egyszerűen nem foglalkoztak vele. Erdélybe, amikor visszament, kiderült, hogy nincs az az Erdély szellemileg, amit remélt. Mert hogy az idősebb írók már eljöttek, nem volt Erdélynek akkor szellemi világa olyan, amit ő láthatott volna. Mire vagyok én még jó? Akkor még itt fogok kaszálni. Akkor én még nyegnyesem a fáimat. Körülbelül ez volt a vágya. Hasonló elvekkel, hát nyilván könnyű volt hazatelepedni és újra telepíteni, ültetni azt a szép gyümölcsöt, bekeretezni a Bokrétát, Kisbacont, amely a Barótpatak a két oldalán, hát szinte félve szerényen húzódik meg, északon, keleten és délen, hát dombok övezik. Én 27-28-ba segítettem, akkor ültettem, mint 6-7 éves gyerek. Ez a galériaerdő most olyan 70 éves. Ezelőtt 2 évvel voltam utajára oda-haza. Viszonylag egészséges,
és a szomszédos juhar és kőrisfákon hát madarak fészkelnek, és addig fog magyar szó hangzani Kisbacomban, amíg ezek a madarak ott fészkelnek, elekapó emlékházak környékén, a parkban, a gyümölcsösben, illetve kint a galéria erdőn. Ez az ember a fiatalok, mert hogy fiatalok elkezdtek, fiatal írók, költők neki levelet írni. Elkezdték mondani, hogy öröm, hogy ő hazajött. Kiderült, hogy volnának emberek, akiknek szüksége van rá. És ez az ember ennyi idős korában fölépített egy teljesen új világot. Kós Károlyhoz lehet hasonlítani a Benedikereket, hiszen ők voltak ketten, akik hazatelepedtek, akik Pesten már szép karriert indítottak meg, hát együtt hát szolgálták. A népszolgálat, a hűség, a hármas hűség a néphez, a földhöz, a hazához, és igen, elesélte a elekapónak a felfogását a falu mindig, amikor azt mondta és azt hirdette, hogy a megváltozott viszonyok között az államnak a nyelvét meg kell tanulni, és a kétoldali nacionalizmus ellen kell küzdeni. Az állam nyelvét tanuljátok meg, de az édesanyátok nyelvét sose felejtsétek el. Ő a magas irodalmat ismerve és magában átszűrve tudott népnyelven írni. Na most ebből a legdöntőbb az volt, hogy azt hiszem, kevesen maradtak, akiknek sikerült a maga falusi nyelvét irodalmira átfordítani, neki ez sikerült. Tehát a paraszti mindennapi nyelvnek nem a gügyögű van, mert hiszen az nem gügyög. A paraszti mindennapi nyelvet értette, nem kezdte el átírni, hanem azt a paraszti nyelvet sikeresen tudta visszaadni, tudta egyen magasabb szintre emelni. Ez egy nagyon nehéz dolog, én azt hiszem, hogy ebben volt mester, és ilyen értelemben tulajdonképpen, ez is egy furcsa dolog, azok közé, a szerzők közé tartozik, akik, ilyenek nagyon kevesen vannak, Jókai volt még ilyen előtte, kicsit mixált, akik olyan nagy közönséghez is szóltak, akiket nem tekinthetünk értelmiségének. Olyan meséket tett le az asztalra, amelyeket apák, anyák, egyszerű emberek úgy olvastak föl esténként a gyerekeiknek, hogy maguk is élvezték, és észre se vették, hogy ők maguk is ezáltal ebbe a mesevilágba bekerültek. Édesapám 24-be, 25-be Marosvécsen tanított, és ott vette fel a kapcsolatot Elek bácsival, és egész 29-ig tartott, mert akkor jött szegénynek a halála, és így befejeződött. Ez a 4-5 év volt apámnak a kapcsolata. Amikor a Elekapó visszajött Magyarországról lelkesen, nem hagyta cserbe a székelyfajtáját, akkor apu is felzárkozott, mikor megindult a cimbora, és azóta munkatársa volt, egész Elekapó haláláig. Ráébresztette a fiatalokat, hogy egy csoportot kell alkotni, hogy együtt kell írni, hogy ne egymásra féltékenykedjenek, és ő rá tudta venni ezeket a székely írókat, ezeket a fiatal tehetségeket, hogy ne egymást fúrják, ne egymást döngöljék a földbe. Együtt vagyunk. Mindegy, hogy én öreg ember vagyok, és 100 könyv áll már mögötte. Itt van Áronka, és behozta azt a Tamási Áront, aki kezdőíró volt, akinek néhány elbeszélése volt, még nem volt igazán kötete. És azt mondta, Áronkát figyeljétek. És úgy örült egyetlen új írásának, mint senki, hogy Zsida Jenő gyerekként írt. Tényleg, egy gyerekként írt a cimborába, és erre figyeljetek, Jenőke, az lesz. És Zsida Jenő verseit folyamatosan közölte, hogy Szent Imreit, aki nem tudta, hogy ő tud-e író lenni, mert hogy katonatisztből nem van könnyű ám íróvá válni, magához ölelte, és azt mondta, Áronka, Jenő, együtt, gyerünk, és együtt elment velük ott, ócska szekereken, két lóval,
bejárta Erdélyt, hogy fiatal, semmilyen írókat, senki nem ismert a nevüket se. Azt tudták, hogy ki az a Benedek Elek a közönség, de fogalmuk se volt arról, hogy ki az a Tamási Áron. És akkor ez az öreg ember megölelte Tamási Áront, és odavitte középre, és azt mondta, erre a fiúra figyeljetek. Hogy mennyire bírálta, meg pártolta fiatal írókat, kezdőket, haladókat, mindjárt őszintén meg is írja, hogy a legutóbb küldött három vers közül csak a Malacok a cimborának valók, a két jó barát közöltetését, a harmadik strófa miatt nem közöljük, ezzel gyermek, ezt még a gyermek nem érti, szeretettel nagyapó. Ezt már olvastam, itt van egy kedves öcsém, utánam küldték a kiskakast, pompásan kukorékol, majd a cimborában fog kukorékolni, szívesen látlak máskor is, szeretettel elekapó. Ebbe az időbe emlékszem, hogy Elek bácsi gyakran jött fel Kolozsvárra, mert akkor, hát szóval két ellentétes irányzat volt. Voltak a fiatalok, a progresszívek, a haladók, és volt a hivatalos magyar párt, aki inkább a múltra, szóval ők is a múltra építettek, apámék, de más formájába. És akkor a Kaláka társaságba összegyűltek először a progresszívek, vagyis hát édesapám Kós Károly és az előbb említett írók, és azután, mikor akkor járt fel gyakran Elek bácsi hozzánk, hogy összebékítse, elment mindenivel, az egységért mindent elkövetett. Elek bácsi úgy érezte, hogy a falunak kell a kultúrát vinni. Én úgy tudom, hogy 3 évig járták ők a falvakat, mert kenyér nélkül maradtak az Elekapó fiai, legyünk őszinték. És akkor aztán elindultak turnézni a Székelyföldre. Nem szégyelt a nagy közönséghez szólni. Én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy nem elit, nem egy szűk magyar elithez próbált beszélni, hanem a nagy közönséghez. Olvassanak ezrek. Megpróbált a legegyszerűbben írni, megpróbált tényleg gyerekekhez és a szüleikhez. Amikor válaszolt egy gyereknek a cimborába, tudta, hogy ezt a szülei olvassák. És a szülőkhöz szólni, a paraszt emberekhez, éppen úgy, mint a városi emberekhez. Gondolkozzatok el azon a mesén, gondolkozzatok el azon, hogy lehet itt magyarul írni. Felléptek a Zeneakadémián, Pesten Elek bácsi be akarta mutatni a gyermekeit. Ez 1929. 3. hónap 17-én volt. Tamási Áron, Deli Szabó Géza az anyám, hogy zongora kísérője, akkor édesanyám, aki népdalokat énekelt, György Dénes, szavalóművész, és Bartalis János, költő, és édesapám. Természetesen Elek bácsit hagytam utoljára, mert ezek voltak a legkedvesebb fiai. Politikusként azok közé tartozott, aki az események nagy részében nagyon naívul látta az ügyeket. Tehát a családban rendszeresen emlegették, hogy ő például meg volt győződve arról, hogy az első világháborút azt mindenképpen meg fogják nyerni a szövetséges hatalmak, tehát, hogy a monarchia győzni fog. Föl sem tételezte, eszébe nem jutott. Ez egyébként a menekülésnél is kiderült, eszébe nem jutott, hogy a román csapatok Kisbaconig érhetnek. Tehát teljesen naívul nézte a világesemények jelentős részét. Megint jellemző volt, hogy hadikölcsön kötvényeket vásárolt, amilyen aztán elvesztett egy lényegében a család vagyonát. Még egy volt, ami egyébként megint Benedek tulajdonság, hogy persze utólag ez a simogató maradt meg, valójában nagyon hirtelen haragú és nagyon keményen, adott esetben nagyon keményen ítélkező ember volt. Tehát valóban ez volt benne, hogy huszárok vagyunk, hát a kard ki kard, gyerünk, odavágni.
Bizonyos értelemben ez a hirtelen harag, ami párosult, és ezt megint ismerjük, azzal a melankóliával, ami aztán önmagát is némi iróniával nézte, némi távolságtartással, ami egyszer majd nyilván a pszichiáterek visszatekintően megfejtenek, hogy miért van, hogy egy ember 44 éves korában testamentumot ír, és nagyapónak kezdi magát szólítatni, hogy öreg embernek látta magát tulajdonképpen délceg férfi korában. Apuka a marosvécsi helikon megnyitó napján, Marosvécsen, ahol tanított és ahol írt, találkozott Keménnyel, és mondja János, hogy mit csinál a tanító, utazik el? És igen, azt mondja, hát most utazik el. És akkor apuka várta volna, vagy legalábbis gondolta, hogy a helikont megemlegeti. De valamit látszott, hogy akar mondani, talán meghívást, valamit akart a báró. Aztán apuka elment, és akkor hát persze meg volt a helikon, apuka még nem volt olyan neves, és hát... De hogy Benedek Elek ne szerepeljen a helikonon, az nagyon visszás volt. Nagy megütődés volt, mert az irodalom öregje volt, aki sokkal többet tett másoknál az irodalom megén és a fajtánk ügyében, és pontosan őt nem hívták meg. Neki képzelem milyen pofoncsapás volt, de aztán mi nekünk, akik csak kommentátorai voltunk a dolognak, hát minket is rosszul érintett, de őt biztosan lelkileg nagyon meg. Elek bácsira már nem volt szükség, mert ő maradjon csak meseírónak, ő ne! Ne kontárkodjon bele! Én úgy gondolom, hogy azt tudomásul vette, hogy Bánfi grófnak nincs szüksége, és esetleg a keményeknek, tehát a grófok páruk világának nincs szüksége Benedek Elekre. Ezt azt hiszem, hogy nem is vette rossz néven. Sőt, bizonyos értelemben egy kicsit a levelezésből is látszik, úgy gondolkozott, hogy van itt Kisbacon, ami a szegények, a parasztok, a kisemmizettek világa és központja. És vannak a kastélyok, ahol nincs is nekem dolgom. Tehát a kastéllyal szemben ő öntudatos volt. Ami nagyon fájt neki, hogy azt hiszem, hogy szolidaritást várt a Székely fiaitól. Tehát, hogy Szent Imrei vagy Áronka, Tamási Áron, azon túlmenően, hogy tényleg tiltakoztak, hogy miért nem hívták meg Benedek Eleket, többet várt tőlük. Tehát miközben persze azt írta, hogy el kellett mennetek, tudom, mert hogy hát végül is a jövőjükről volt szó. A maga részéről azt hiszem, hogy ez azért mégis nagyon fájt, hogy a gyerekeit is elveheti tőle a kastély. A feleslegesség érzése az, ami hát a leveleiből, az akkori leveleiből is kiderül, és akkor, amikor már úgy érzi, hogy nincs tovább, akkor meg is írja azt a bizonyos utolsó levelét a cimbora tulajdonosának, amiben azt mondja, ő mondja, hogy kész, nincs tovább, mert ha egy lap nem jelenik meg, egy heti lap nem jelenik meg, több mint egy hónapon keresztül, az azt jelenti, hogy ezzel az újság az nem él. Tehát lényegben a saját halálos ítéletét írja alá, és akkor hát ő még azért a kaszát megfogja. Kaszál, a nyár melege is nyilván hozzájárulhatott, de ez a belső nagy feszültség indulat ahhoz, hogy az a végzetes agyvérzés akkor utoléri. Az utolsó reggel, mikor aztán ugye agyvérzést kapott szegény, és rosszul lett, zabott kaszá. Felkelt reggel nagyon korán, kiment, és zabott kaszát. Úgy jött be elfáradva, és akkor úgy kapta az agyvérzést. 1929-ben, augusztus 17-én érte a halálos szélütés, illetve agyvérzés, és hát örökre elaludt Elekapó. Két nap, ez egy pénteki nap volt, két napra rá, vasárnap, akkor már az orvos megmondta Mária néninek, hogy hát már nem lehet segíteni rajta. Akkor ő Veronát vett be, és mi a gyereksereg, hát találtam meg a emlékház mellett csordogáló Macskás patak partján, a 9 vérgrammos veronál
csomagot, illetve papírjait, dobozát, amely aztán másnapra végleg a Mária nénit is hát elindította a Elek apu után, és azt hiszem egy hétfői vagy keddi nap volt a temetés, amikor hát mindenki ott volt Kisbaconban, akinek egyáltalán az erdélyi magyarsághoz és Benedek Elekhez valami köze volt. A temetésén ott voltunk mind a négyen, a négy gyerek, édesapámék elvittek a szülők. Életem legmegrázóbb, legelső és legmegrázóbb temetése volt azóta is, amikor óriási tömeget találtunk. Édesapám oda vezetett valahogy a koporsóhoz, és két koporsó van ott, ezt mi nem tudtuk, hogy mi lehet. Egy fenyőfa ágra föltett édesapám, és ott néztük végig, ahogy a falunak a nép, a falusi emberek előjöttek, a férfiak székely harisnyába, hátul az asszonyok szőttes, volt, aki rokolyába, meg, volt, aki meg vizikás, ez a székely ruhának egy ilyen házi szőttes, vizikás, régi reneszánsz ruha típus, és hoztak egy koszorút, ami most is előttem van. Ugye augusztus végén már a gabona érett. Gyönyörű sárga kalászokból fontak koszorút, világos kék búzavirág is volt közte, két szallag lógott, a kicsi falu sír egyik ágán, a másik síratja nagyfiát, de sírt a falu. Többen szólt a temetésen. Tamási Áronnak volt a fő búcsú beszéde, ő búcsúztatta Elek apót, és édesapám végezte az egyházi szertartást 9, illetve 5 pap társaságában, és bizony egy kicsit hát a paptól ritkán hallott fájdalmas és békétlen hangot is megütött az imájában, hogy egyszerre két ilyen értékes embert vitt el a Jóisten ebből a gyülekezetből és a székely magyarságból. Egyszer csak kiáll egy magas bácsi, egy nagyon magas homlokú bácsi, és elkezd Elek apóról emlékbeszédet tartani, síratott mindnyájunkat, gyönyörűen beszélt, befejezte, édesapám odasúgja, ez a bácsi erős, mert ez Nyírő József, aki pap. Elvégezte a pap bácsi, és van ereje ezt elmondani. Utána jött egy másik bácsi, az már sírva mondta, és a végén nem is tudta befejezni. És ez volt Szent Imrei Jenő, az ő irodalmi fogadott fia. Az már belesírta. Aztán később Tamási Áron, aki szintén a gyereke volt, maga fiának fogadta, az a bácsi is nagyon szépen beszélt, nagyon köszönt mindent Elek apónak, ő is elsírta magát. Akkor aztán megindult a menet. A falusiak a koporsókat felvették a vállukra, és elvitték a gyászkocsiig, felrakták az egy gyászkocsiba, és az óriási tömeg lassan kezdett vonulni a temető fele. Arra emlékszem, hogy minden ablakban fekete gyászoba, a kapun is ki volt téve a nagy fekete zászló, és minden ablakban két kis fekete zászló és égő gyertyák voltak. Így mentünk el a temetőig. Tulajdonképpen a halál, a Benedek Elek és feleségének halála maga is egy baladai halál, egy, ha tetszik, a nép előtt igazán méltó befejezése egy életnek. Mert az, hogy úgy halni meg, hogy az ember jön a kaszálásról, és egy utolsó levél közben elesni és meghalni, és hogy valakinek a felesége utána hal, öngyilkos lesz, ez az úri világban, a felvilágban nagyon szokatlan, nyugodtan mondhatom, hogy szinte ismeretlen halál.
Nem így egy kis bocani, vagy egy erdővidéki, vagy egy paraszti világban, ahol szinte azonnal átéli egy paraszt ember azt a fájdalmat, hogy mivé lesz az ember a párja nélkül, még akkor is, hogyha ott vannak a gyerekei, az unokái. Hogy mit jelent együtt élni 30-40 évig, és mit jelent öreg emberként a halált választani egy másik ember mellett. Most a feleségről beszéltem, de ez bizonyosan tudhatjuk, hogy ez Benedekelek is ugyanígy választott volna, ha a felesége hal meg. Vagyis ennek a baladai összetartozásnak, ennek az együttélés és az együtt halás összetartozásának van valami, valóban a magyar irodalomra nézve nagyon fontos, jelentős mondása, hogy újra mondom, lehet szépen meghalni. Lehet méltóan meghalni. Nem csak méltóan élni. És aki ma kimegy a temetőbe, kisbacomba, az maga előtt láthat egy öreg embert és egy öreg asszonyt, akik ebben a halálos szerelemben, itt ebben a sírban fornak össze. Nagyon nagy dolog ez.